Ez a purgatórium. Ezt én úgy hívom. Ez undorító. Ja, tudom! Ezt voltam ezen. Ha tovább jutsz, akkor én nem is tudom. Annyira igen? Foglak tisztelni. Ha, na. Hogy oda megyek az egyik, meg fogom masszírozni a hátadat live-ban. Mehet! Mehet! De csak szigorúan úgy, hogy ne legyen félreérthető. Nem, nem. Nem, de arról nem! Ez mi volt? Hát de hogy? Ezt a szégyen! Így elbaszni a masszíromat! Nem mondod, hogy te ott kiestél! Ki? Hát lelöktek! Ott kiestél! Ne haragudj, de ez mi? Azért, hogy bocs, hogy te nem akarlak szízeni, de ott kiesni a legnagyobb lúzerek esnek ki ott az elején. Ez már most már tényleg bocsássatok meg, de hát ez... vállalhatatlan. Ötletes, nem gyújt. Kiváló klippek fognak születni ebből a streamből. Csak nem nekem lesz kiváló, úgy érzem. Én ugyanott estem ki. Igen. Előtted egy másodperccel így ránézek a hírekre, hogy elimináltak, ránézek a streamedre és látom, hogy téged. Aj, anyám. Az a hihetetlen, hogy egyébként itt még tényleg nem estem ki, nem értem mi van. Tudod, mit rontottunk el? Hát, az, hogy itt betízelted nekem egyből a nagy jutalmat a továbbjutáshoz, és teljesen összezavarodtam. Én... szerintem az illatok, valahol az illatok környékén rontottuk el. Hát, mert én már a masszázsola illatát éreztem, és... A pizza illatú masszázsolaj, ugye? Amúgy van, de pizza ízű masszázsolaj. Na, fú, na jó, hagyjuk. Jó, de várjál, ezt lehetne folytasd. Igen. Már hogy nyilván, tehát, hogy... Nem, hát, hogy bocsáss meg, folytasd, csak ne... ne nem, igen, tehát teljesen is. Más, tehát túl vagyunk a... Igen, tehát, hogy... Drága ugye, Félix, a vágóm itt van a cseten, az a baj, tehát, hogy... tehát semmi olyan nem kerül fel ebből a main YouTube csatorn. Félix, jó? Tehát, hogy... nyugi. Ha nem klippeli ki Félix, úgyse tudod belerakni a montásba, úgyhogy... Na bazd meg, erre kiklippeli Marian. Mármint, szia Marian, látom nem vagy feliratkozva, semmi gond. Kicsit rosszul esik, hogy így szégyelsz. Nem, nem szégyellek, abszolút. Tehát benne, akkor köszönöm a klippet, ezzel fog indulni a közös masszázs történetünkkel. Ez az. És így látom, hogy oda nézek a streamedre, és egy ilyen masszív néződrop. Nem. Az én nézőim milyen akkor maradnak itt, ha inzultálom őket. Csak és kizárólag. Jaj! Na. Na bazzeg. Nem jött ki a hap... Na, most... Hát ott annyira feszélyezve vagyok itt a közös streamünkön, hogy nem sikerült üsszentenem se. Üsszenteni? Fú, ez nagyon rossz volt. Így ennyire benn még nem maradt. Képzeld el, ahogy egy Golden Retriever szűre csiklondozza az orrodat. Engedjük el. Ne! Hopp, kész. A cheateltemet felugrottam valami ismeretlen helyre. Elképesztő szarságokat művelek. Én is, de itt abszolút, totálisan direkt sikerült itt a szélen el jönnöm. Fürdőbombák mellett? Aha. Na és akkor itt a... Hogy hívtam ezeket? Van egy ilyen fagyi. Twister fagyi. Twister fagyi mellett. Érdekes, amikor néztem a streamedet, itt kicsit... Én valami D betűs. Ja, látom most, hogy dildó vagy Twister fagyi, az lényegtelen. Ez a hangulatomtól ilyen? Függ. Ez így néz ki, elmész strandra és kérsz egy fagyit, mindegy, hogy mit adnak ki, egy... Hát... Most erre hadnak! Én lefeklamálnék. Én nem vagyok egy finnyes ember, de... Lehet mondanám, hogy... Én bármit kapok, ki. Legyen az uborka, kifli, kalippó vagy dildó, én elnyalogatom. Ez nem üdes. Ezt lehet tényleg, ezt a szívet, ezt a HDD-t, meg mindent, ezt így le kéne önteni. Leturgáljuk, de igen. Savval leöngy. És a holdra kilőni. Ott viszont most láttam az új pályákat, ott pörgött a töltőképernyőn, ilyen dzsungeles, de nem kapjuk meg. Tényleg amúgy, azért jöttünk, hogy kipróbáljuk az új season-t. Igen. Most jut eszembe.
Na, de ezt a pályát, ezt ismerem, itt most jó leszek. Hajrá. Gyere, köves, köves. Nem, ne, itt a szélén kell elmenni, azaz. Na. Azaz. Ez itt pont nem lesz jó, basszus. Jönne, most ki. Gyerünk, azaz galamb, azaz, nagyon jó. Hát, de visszafordultál. Figyelj, ez pont jó lesz, pont jó, azaz. Nagyon jó. És csak neki volt pont jó. Ne, nekem a gerincemet széttörték. Ne! Az... Ne, hülye pálma! Rohadt... De egyszerűen lehetett, hát amúgy este... Bazzek, pont úgy csúsztam le, hogy mind a három zárva volt. Megpálmáztak, ne szállj, ne haragudj, én is kiestem. Semmi gond. Semmi gond. Ez még a bemelegítős rész, nyugi. Illetve hát a bemelegítés az már, igen, az megvolt. Na de na. Kezdek szomorkodni egyébként. Igen. Nem szabad. Nézem, hogy mit kéne csinálni, hogyan csicskuljak be a játéknak, hogy megkínáljon minket az új pályáival. Nem tudom. Küldj neki egy Golden Retriever a fejlesztőknek. Hát, küldeném. Vaníliás, pizzás, almáspités, Golden-t. Lead line. Mit szoktál érezni? Mondjad. Megérte rá ezt a játékot megvenni? Hogy érzed? A több, az életed több lett? Szórakoztál annyit, hogy... Más, más lett. Mert gondolsz, hogy... Hatással volt az életemre, mondjuk úgy. Mm-hmm. Én nem, nálad nem? Hát... Tehát gondolj bele, de hogy... Egyértelmű. Gondolj bele, hogy gyakorlatilag a streamer karrieredben milyen jelentős volt ez a játék, és mennyire másképp alakulhatott volna, ha nem ez a új pálya, na tessék. Abszolút igazad van. Ez úgy nézett ki, hogy először belelkesülve elkezdtem sűrűn Fallguys streamelni, utána úgy kiégtem, hogy alig streamelek. Lehet, hogy a Fallguysnak köze van hozzá. Lehet. Na, ez izgalmas lesz. Ez ilyen pattogós. Pattognak ezek a liliomok? Aha. Aha, persze, ott a végén tudod, mikor fogok ott átjutni, aha. Én ott kakaó illatra fogok gondolni. És meg lesz. De milyen kis... Jó, de kis vidám, jó, de kis szórakoztató. Jaj, de nagyon jól érzem magam a pénzemért. De várjál, hát itt lehet menni a vízbe, hát ugráljon, akinek hat anyja van. Ez az. Itt én itt szépen. Bokavíz, jó meleg, valószínűleg ugye már többen korábban itt jártak gyerekkel. Attól lehet ilyen kellemes testmeleg hőmérséklete. Hogy ugrasz mellé? Egész korrekt. Egész korrekt. De hát nem lehet, hát nem lehet. Oké. Okay. Még behozhatom. Azt hogy gondolta egyébként ez a hülye játék? Azt nem is lehet megcsinálni. A végén? Te már ott vagy? Itt is van ilyen nuboknak egy szélső útvonal, hát nyilvánvalóan az, ha takarodjál már az... Nagyon jó, fönn vagyok. Na és akkor itt hogy? Menj oldalt, menj oldalt, ott szélén, a szélén. A középen szerintem nagyon nehéz, vagy nem? Mi a fene? Na, ne, igen. Majdnem. Ja, de a szélén ott le lehet esni, aha. Igen, igen, le lehet esni. Itt kicsit ugrasz előre. És ott még lehet pattogni, azaz. Fullos, és itt föl... Azaz! Fel, ott még lesz egy... Már itt még lesz egy ilyen ugrató, vagy ilyen... Izé, ami aha! Yeah! Na! Hát becsi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 cs
Nem gondoltam volna. Elsőre bejutni, azért ez... Most büszke vagyok magunkra. Na, végül legalább valamit elértünk ma. A hercegnő és a galamb története tovább folytatódik. Ez az. Én nem tudom, milyen magasságokba juthatunk.
Amúgy ez az első kör volt? Aha. Azért jutottunk tovább. Igen. Ennyit erről. Lesz-e montázs a YouTube-on? Hát ez nem rajta múlik. Most már, hogy augusztustól így teljes értékű vágón van, ennyi pénzért ne én döntsem el, hát majd Félix eldönti. Na, ez tényleg egy friss kapcsolat? Igen. Igen. Na. Jaj, Istenem, itt van Ádám. Na, most gyorsan van mi drámát, botrányt elő kell adni. A karácsony. Ezt a pályát ismerem. Ezt most meg kell legyen. Hát én ott mint a szivárványokat láttam volna, ez abszolút valami propaganda jelen. Jaj. Nem, ezt akkor nem jutunk tovább. Kiállunk a pálya szélére tüntetni. Istenem, megint ez a tömeg! Tömeg ereje? Igen, de egy ember talál el a hógolyó, de én vagyok az. De valószínűleg ez azért van, mert én is kukis hercegnő vagyok. Ungarító. Ajajajaj. De ne rángass már! Bocsánat. Kell menni, mert ez a gyors. Aha. A gyertya a fényt elhoz az életünkbe, ezért érdemes követni. Nézzétek, ott megy. Hol jársz te? Ja, látom, itt vagy előttem, jó. Nem szabadott középen menni, az ott nagyon veszélyes. Nem. Há, igen, hát ez... Tovább mentél? Tudod, ja, ott vagy. Basszus, a profik azok megismerik, hogy hogyan lehet ezekből a hátráltató elemekből előnyt kovácsolni. Mm-hmm. Kijátszom a játékot. A saját fegyverével győzöm le. Akkor én ott is vagyok. A saját fegyverével akarom legyőzni. Gyerünk! Azaz, várd meg! A testem egyesült ezzel a szar rámpával. Jaj, ne! De most jó lesz, ott van! Jó. Ez az. Hát hihetetlen, az atomjaink gyakorlatilag egyé váltak. Ez az. Fú, ebből még egy nagyon... Fú, nem is mondok semmit most, annyira jót megyünk, hogy... És mindketten a felső sorban vagyunk, ez nagyon sokat jelent, ez fontos. Kevesen tudják. Első sorban. De ez a játék, ez egy hazug szemét. Nálam én nem voltam ott fenn. Igen? Nálad. Micsoda egy mocsadék. Na. Elhitette veled, hogy ott vagyunk fönn. Igen. Na. Ott láttam én még ilyen dzsungeles pályákon. Mi volt az orszarhú? Most attól félek, hogy valami csapatjáték lesz, és... Ez gyűlölöm. Én nem... Try not to break the ice and don't fall. Mit kell csinálni? Menekülj a nagy fehér hógolyóktól. Annyi van, hogy ezek a kék színű szarok, ezek le fognak törni alulunk. Ó! Tehát a rózsaszínen kell maradni. Majd igen. Uh-huh. De most kapunk két ilyen gigászi hógolyót, ami itt fog össze-vissza. Aha, hát kösz, így hátulról megérkezett, hogy jó napod. Figyelj, ide, jön, figyelek rád, és akkor... Ne figyelj rám, mert be is szar vagyok. Menekülj! Menekülj, majdnem beleugrottam a lyukba! De nem tudok egyszerre itt szem... Nem lehet, hogy a hógolyó leessen? Úgy kéne, hogy a hógolyó tessen. Ez is ezen rage-elek. Hát nézd meg, ott a nagy gödör. Azaz. És kiröld, pofán röhögi a gödröt! Azaz. Nagyon jó, hogy... Nem, konkrétan ez engem! Á, te... Ez kizárólag matematika, tehát tulajdonképpen ki kell számolni, hogy merre jön a hógoly. Aha, az. Nyugi, profi. Azt írják inkább itt a chaten, hogy a hógolyó, vagy az orszarvús az ugyanilyen. Igen? Ez, ne. Csak mint lecserélték, a kreatív fejlesztők lecserélték ne, a hógolyó. Nem teheted ezt fel! És az utolsó pillanat van! Hát ez nekem fáj! Ne szállj! Pizza! Oda jön, olyan kis aranyosan néz rád a kis retriever. Nem lehet. És ott van, oda néz, mit hozott a retriever, mi van a szájában, ne szállj, nézd oda! A kedvenc italod, ne szállj! Most melyik cég szponzorálja, ne szállj! Vodka! Ide, ja, várjál! A kedvenc szponzor italod, ne szállj! Ja, igen, Coca-Colát hozott, ez az, nagyon jó! Na jó, hát kiszurkoljuk. Hát én leestem. Hát, hogy te is leestél. Azt hittem, hogy te itt már rég itt. Ja, hogy is. Oh.
Megszégyenültem. Vodka kóla. Nem, nem. Almalé, almalét hozott, igen. Ama leve, bocsánat. Basszus kulcs. És ezek a vidám zenék, ezek még jobban megölik az ember lelkét. Szóval most találtak meg, most néztem egy senkinek magam, egy szerencsétlen idiótának, és akkor bejön ezek a kis vidám zenék, ti-ti-ti-ti, érezd jól magad! 10 000 fizettél ezért a fosér! Minden rendben lesz. Így van. Na jó. Én rajtad is érzem azt, amit magamon szoktam folgázni, hogy meggyötör. Meg. De most látom a fejlődést. Próbálok pozitívan állni a dologhoz. Azt írja Vonnár, ez gondoltam. Olyan, mintha a kötélen smiley-k lennének, amivel felakasztan. Ez jó. Amúgy. Mondasz valamit. Na. Egy ilyen terápiát nem tartunk ez után? Hogy, szóval én úgy érzem, hogyha most ezt nem beszéljük ki magunkból a végén, egy olyan egy órás ilyen kis csoportterápiában, akkor én azt hittem, hogy károkat fog okozni. Azt hittem, hogy az egész stream egy terápia már a kis retrieverrel. Figyelj, azzal próbálom tartani benned a lelket, meg hát magamban is, de... Na most első leszek. Most itt pole pozícióból indulok. Most ez nagyon jó lesz. Meg hát ezt most már is, most már veteránok vagyunk ezen a pályán, hát ne viccelj. Én úgy fogok végigmenni, hogy nem ér, én csak az ugyan ennyit akarom. Egyébként én is azt próbálom, viccen kívül. Hát de én már elbuktam. Még ki sem mondtam a mondatot. Te hasítasz. Én most valami nagyon... Ráéreztél. Na, eddig tartott. El kellett kiabálni. De nem. Valami gond lett. Igen, mert megjön a tömeg, és akkor így beleakadsz másokba. Azt érzem, hogy ha elkapod a flót, vagy az jó, utána így kiesel belőle, akkor halál. Igen. Ne! Azaz. Nagyon fáj. Ó, Istenem, ez már maradandó károsodás. Mi? Miért engedett el a bocsok? De persze, hogy belevered a szegény. Azaz. Mondanám, hogy károsodás, de ennek már mindegy. Ó, átmentem középen. És nem, ott nem, vagyunk. Seggével lelökött, én kiestem messze. Ó, basszus. Ha csak nem mérk át középen. Mondjad, mit kell csinálni középen? Repülj! Csapkodj a szárnyaiddal! Istenem. Ó. Nem baj, még... Nem tudok repülni, annó kiestem a fészekből, és fejre estem, és... Kilépjünk, mert ez csak az első volt. Lépjünk. Lépek. Sajnálom. Semmi gond. Ádám azt írja a cseten, hogy szerint ezek mókásabb pályák, mint a régiek. Hát... Hát mondjuk ez elég nehéz, ez az új pattogós, de mókás. Még csak ezt láttunk. Ja, nagyon mókás, az arcodra van írva neked is. Igen. Jó, hát én most tovább jutottam, most nekem mókás volt. Össze van mókázva az arcod. Ezt, légy szíves, az a baj, hogy ismerem a nézőt, tehát... Igen. Jó klippek lesznek ebben. Hát a mosolyra gondoltam, ez száj. Én tudom, hogy mire gondoltál. De a nézőid is csak a mosolyra gondolnak. Elképzelik, ahogy belekortyolsz a vodka kólába, amit odahozott a retrivel, és egy nagy mosolyjal a pizzás, arcodon. A pizzás szőrű retrivel a vodka kólába. Félix, ezt most már meg kell rajzolnod, ugye tudod ezt a vodka kólás pizzás kóterét. Nagyon sok plusz munkát kapsz. Na jó.
Na hajrá. Meg kéne nyernünk, az ütne. És akkor lehetne valami értelmes dolgot is bevágni a montázsodba. Hát nincs rá szükség. Dehogy is. Amit nem akarnánk letagadni. Most itt a tömegszellemet gyorsan uralni kéne. Igen, hát ez csúszós, ez csúszós. Azaz, nyomjad! De persze te galambként ott sokkal aerodinamikusabb a testfelépítésed. A munkavédelmi bakancs, nem a testem. Az is rendben van, ám. Hopp, jobbal, az lesz az. Itt jön mögöttem. Szorosan jövök. Nesztali barát. Gyere erre. Jaj, ne, rossz irányba. De várj, gyere ide a lilára. És a sárga, az irigység színe. Igen, és mindjárt én visszajön a lila. Vagy nem. Nem jön vissza, ezt itt... Jaj, ne! Istenben! Neszáj, van egy ötletem, te feláldozod a testedet a galamb lelkemért. Benne vagy, jó deal? Nem tudom, az a baj, most itt beragadtunk. Mert mindenki a lila másik oldalára megy, és sose jutunk át. Idióták! Tehát, hogy én voltam... Ne! Jó, én se bírtam. Jó, még innen visszahozhatjuk. Te ma megint a rossz oldalon vagyok? Én is valószínűleg, nem tudom, most a bal oldalon vagyok. Látlak, aha. Aha, te ez most ezek, jobban állsz. Nem, hát ezt nem hiszem el. Ja, de hát hogy itt nem... Jó, majd mondd el, hogy milyen ott elő. Most az van, hogy... Igen. Nem hiszem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy én beérek. Nyugi, én mögötted vagyok. Igen, láttam, amikor lezuhantál. Igen, hát ez egyébként sanszos, hogyha itt... Futtomban egy szál tulipánt ott hagytam a sírodon. Vodka-kólás üvegbe. Itt. Nem, mert itt van, ne... Ó, hello. Itt, igen. És vagy együtt bukunk el, vagy együtt a dicső... Oh, ne! De hát fogd meg! Hát miért nem fog... Vége, kész. Én csak egy dolgot kértem, de azt se csinálta meg. Egy ilyen hercegnőnek... Fogd meg a kezem! Hol vagy? Fogd meg a kezem! Foglak! Nem téged foglak! Oh. Még a halálba szép lett volna úgy átmenni. Átlépni a halálkapuját. Nem, ez jó volt. Úgy érzem, hogy az átlagos Fall Guys játékos játéktudása az elmúlt hónapokban az jelentősen megnövekedett, és mi pedig csak visszafele fejlődtünk. Ez így van. Nekem tényleg meglepően erős a mezőny. Úgy olvasta a Szirel cseten, véletlenül úgy olvastam a streamemnek a címét, hogy bebaszások Nesszájjal. Hát nem. Az még nem tart a dolog. Az is lesz, csak még nem tudom, te tudsz-e róla. Mármint, hogy nem most. Ami mi? Hát mi találkozni fogunk, csak te nem tudsz róla, akkor ezek szerint majd jövő héten. Legalábbis én kiadtam a parancson. Csak akkor a Mark nem végezte el a feladatát. Jó, várjál. Számon kell kérni. A Mark? Igen. Ennyi. Lecsekkolom, hogy valami... De ez ilyen friss intézkedés? Igen. Hát a Forma 1-en beszéltük. Hát az annyira nem friss akkor már. Hát, ja, mondjuk igen, amúgy lassan egy hetes, de hát... Nem, megpróbálja sem, megúszni, de nem számított rá, hogy most neked is el fogom mondani, és... Nem tudja megkerülni. Bevaszások Nesszájjal? Már írom is a naptáramba. Igen. Nem, semmilyen vad. Nem csinálom ilyen. Beszarnál, ha tényleg innék egy Golden Retriever. Hát ugye, csak így jó. Akkor be, de akkor konkrétan, valószínűleg. Az a helyzet, hogy nem megoldhatatlan. Mert nem tudom, hogy együtt talán nem ér. Együtt szarakodás. Az egy minőségi poén lenne, te. Igen, nagyon megérni. Még az egész találkozót elrontanám, mert a kutyával kéne foglalkozni. Jó az.
Mi van? Most akkor melyik? Melyik az igaz út? Na, itt a jobb oldali lesz az igaz út. Azaz. Sikerült? Meg vagyunk. Ez az. Király. Na, ez kell nekünk a jó klasszik pályák. Ja. És hogy nem egyszerre három kapu van fönt. Azt érzem, hogy ebből még most lesz valami. Win-szerű. Igen, érzed? Legalább egy top 10. Jó. Én aláírom. A belga nagy díjat nem meséled el Widmannek? Micsoda? Nem tudom, mit kell elmeséljek neki. Négyszeres, meséled már el. De nem tudom, hogy mi történt a belga nagy díj. Nem fogalmam sincs, hogy mi van. Na, most dzsungel lesz, én érzem. Oda néz. Nem. Jó. Pedig éreztem. De valószínűleg összekevertem valamivel. Nem lehetne, hogy megoldják a fejlesztők, hogy nagyobb arányba jöjjenek az új pályák, ha már mindenki azért játszik ilyenkor? Igen, de amúgy ezt én már az első frissítésnél így mondtam, hogy bejött a frissítés, amikor megjelent a játék, és ú, de jó, megnézzük az új pályákat, és két órán keresztül itt játszottam, és semmi új nem volt. Elhúzzák itt a mézes madzagot. És mi lesz a következő seasonben, hogy csak ilyen új töltőképernyők lesznek? Amúgy igen. Na figyelj, most nagyon jó. Csak most itt használt... Megvagy? Meg, fölmásztam. Csofadék galamb karjaim. Úristen, jó. Nagyon jó, itt vagyok. Tökéletes. Szorosan mögötted fekszem a földön. Ráérsz pihenni, lazák vagyunk. Jó. Egy csöppet leestem, de semmi gond nincs ezzel. Egy csöppet megint, ez már kicsit kellemetlen kezd lenni. Basszus nekem, ez nem egy ilyen social game, amikor egyedül játszottam. Ne! Gyűlölöm ezt a játékot. Komolyan. Semmi baj, én kommentátorként jobb vagyok. Kutya. De már hiába kutyázok, tehát boldig, ebből már csak... Wow. Ja, aranyos, de még... Várjál. Szaglászik. De hát... Honnan kutya! Ott van és most bele ez van az a pizzába. Ez az. De finom a pizza. Oké, és... Ja, ez a játék fejlesztőnek a stratégiája, hogy minél többet játsszál vele, mert ha beadná elsőnek, akkor utána nem játszanál többen. Érdekes. Na, ilyen messzire még nem jutottunk szerintem. Ja, de egyszer a hógolyózásnál. Mert most mennyien vagyunk még? 29. Na, ezt itt még sose estem ki, ez, gyerünk. Na. Ez a te pályád? Ez az én pályám. Ez a legmocskosabb, ez a legnehezebb. Itt ügyesen, itt csak befolyásolni kell szemmel a gravitációt egy kicsit. Látom, a pole pozícióból indul a korábbi eredményeid alapján. Így van. Hát jó voltam az időmérőn. Ne! Igen, na ez most így probléma. Hát, hossza meg. Hogy kerül elém? Hülye dinnye, takarodja? Igen, az a baj viszont, hogyha egyszer elrontod, akkor már nem lehet visszahozni ezen a pályán. Igen. Nem csak úszuk meg, védjen meg ez a szar. Hány? 18. Eper! Assza meg! Egyébként a pro finoman ugrálj, tehát ilyen egy... Nagyon egy... finoman ugrálok, olyan finom, de ne! De... Folyamatosan ugrálj, ne, a rönköd, ne, az a fahéj! Nem lehet! Nem lehet! De nem, a gyümölcs cukrok elcsábították. Szanaszét epereztek! Ott voltam már, egy centire voltam! Nem baj, de minden energiám átcsoportosult a testedbe, és most meg fogod nyerni. Küld át a kutyát. Most figyelj. Aha. Ez mi? Na, új pálya. Pool party.
Jaj, hogy ez fogdosni kell a kis... Pingvin van madár. Benne, haló? Az egy pingvin. Azt írta, hogy az egy pingvin. Az a pingvinnak már az gyakorlatilag egy mumifikált, vagy hát egy trópusi látod. Pingvin. Na figyelj! Ja, bocsánat. Meg kell tartanod a pingvint, ott vár középen. Ott vannak. De hogy szaladnak. Igen, találj ja, egyet, ami elmegy hátra. Találok. Várj, ez nem is csapatos. Nem, itt... Igen? Valószínűleg, aki elég ideig tartja a pingvint, az tovább jut. 0 per 25? Milyen 0 per 25? Mi az anyját? Hát, hogy 25 másodpercig kell tartani? Figyelj, ott van egy hátul, amit nem fog senki ott a vízbe, ott csobognak. Na, ott, aha, várj, ott, ú, gyere! Hát, de mindenki a másikat fogdossa. Úgy nézek ki, mint egy pingvin, idióta, menj vissza a biotórára, én egy galamb vagyok! Azt most itt el kéne kapjad azt a kis... aha! Be akarja valahova vinni? És miért kvalifikálódott ennyi ember? Ők mit művelnek? Az a baj, hogy azt nézem, hogy nincs-e szabadon egy pingvin. Nem nagyon látok. Hopp, ott most azt elejtette. Gyere! És te is próbálj meg, ha megvan, fölrepülni vele. Jaj, aha. És azzal kell bejutni a célba? Ez a... izé... Szerintem kapu, nem tudom, hogy be kell levinni a célba. Nem tudom, hogy van-e cél, csak... Gyere ma... Ott repülj, gyere. Ott a másik! Ó, basszus! Istenem, és rosszkor kapcsolta be ezt a mocskot. Mert ez fölrepült? Föl hát! És ott is van egy pingvin, aha. Csak én tudom, hogy ott van! Azaz! Kapd el! Ez az! És most mi van? Szerintem itt fönn tartogasd, itt bújj el, vagy ott egy karika, nem tudom, hogy... Istenem, pár másodperc, kérlek! A... Rohadj meg! Basszus, pont nem lett elég pontod? Hát még a fele hiányzott. Ja, hogy 20... Oh. Na de ez egy jó game. Van olyan játékmód, ahol csak az új pályák vannak, azt írja nekem Fire Sámi. A show selectorban? Vagy hogy? Fogalmam sincs, mert te vagy a líder, szerintem csak te látod. Megnézem akkor. Kérem az infókat, melyik? Ez az original, quad izé. Én nem tudom, hogy hazudik-e. Lehet, hát hogy én hazudik. Nem tudom, hogy ezek közül mi? Hát hány show van? Hát négy, de ezek közül szerintem egyik sem az. Én nem tudom. Azt mondják, hogy már nincs. Igen, lehet, hogy amikor elkezdődött volt. Az igen, első héten volt, olyat. Már nincs. Azt mondják, hogy már nincs. Na, átvertek. Régebben volt. De azt mondják, hogy costume show-ba. Ja jó, de most azért ne hoztoljunk egyet. Ja, nem kell. Nem kell, jó ez. Az a baj, hogy én úgy akarnék egyszer nyerni, hogy a... Rendesen, hogy élesben. Igen. Igen, igen. Tudja körülni, hogy tudja büszkélkedni anyukámnak valamivel már. Hát igen. Most kászt egy hostolt izével. Na hát mi ez a fight parancs? Van egy ilyen hűségpontrendszer, amiből szoktam nyereményjátékokat tartani. Nem ugyanaz, mint a Twitch, de hasonló, mint a Twitch pontok. Hogyha nézel, akkor gyűlnek a pontjaid, és ahhoz van egy ilyen extra fight parancs, hogy aki beírja, hogy fight, az részt vesz egy harcban, random sorsol egy enemit, a bot, és akkor, hogyha legyőzik, akkor kapnak még extra hűségpontot. Oh. De most mindenki elkezdte beírni, miközben véget ért, ha jól látom. Ők eddig aludtak, vagy nem tudom. Ott látom, bekeményedett, szab módon. Igen, de a szabok se figyeltek. Tehát, hogy srácok, hiába. Most már lemaradtatok róla. Még 59 perc múlva lehet. Én is beírom. Na, nézd meg, ilyen izét tanús. Pedig ilyenkor szoktak pörögni a tisztító hadjáratok. Igen, már kapom is a bant mindjárt. Na, nesze itt a pályán. Na, most végugrálok. Na, most akkor az új olcsóbb szab 3,99-ért lehet írni butase. A saját gyermekem anyja bejött a csetre azért, hogy beírja, hogy fájt. Jól van, drágám! Jó. Oké. A ti szeretett nyelvetek a... És akkor csodálkozol, hogy Weedman át akar jönni megmasszírozni, jó? Hát... hát többről is volt szó, nem? Elrontottam! Beestem a kutyanyába. Nem baj, azt képzelem, hogy ez a retrievernek a... Retriever, igen.
Istenem! Hú, de itt oldalt is lehet így pattogni, de ez csak ilyen, nem tudom, szórakozásként, vagy... De olyan... Igen, hogyha annyira próbálj, hogy még arra is van időd, kimenj a szélére. Úristen, most konkrétan... Ah, basszus, majdnem fölpattogtam az egészen leesés nélkül. Ekkor nem szabad megemlíteni, hogy szóval tenni, hogy milyen ügyes vagy, mert utána kuka. Igen, mert az a baj, hogy rámugranak, és nem tudok fölpattanni, basszus. Jaj, nem jó, nem jó, nem jó, most lesz jó, így, hogyha így jobbra megyek, akkor balra... Be... Ah, nem azt meg, bocsánat, a manóba, kurva, már... Na, most akkor kezd tele lenni a... zsákom. Na nézzük csak, nézzük csak, nézzük csak! Néztétek? Nem ér ennyit az egész. Jó, még jók mere vagyunk. Jársz? Még itt most az utolsó szekcióhoz most értem föl. Jó, gyere a szélekkel, menjünk tutira, vagy nem tudom, hogy neked mennyire. Ne, majdnem átmentem középen! Megpróbál még egyszer. Nincs idő, ne szállj, nincs idő! Kérlek! Ú, ez egy nagyon jó, nagyon, úristen, megcsináljam! Úristen! Hát megcsináltam! Olyan vodka kólát kever az a retriever, meg is érdemled. Ilyen kis nagyon... gyümölcsöket is ráfog. Cukorba mártja a pohárnak a... szélét, igen. Temét, igen. Nagyon satisfying itt középen átpattogni egyébként. Hát én nekem közelébe se volt még. Igen, mert visszafele kell egy kicsit menni a levegőbe, mert kicsit túldob, és akkor még így rá is kell vetni magadat. Igen, láttam ott, hogy így kalimpáltál jobbra-balra. Hát mint igen, egy ez... ilyen repülő mókus. Jó körülírtad egyébként. A farkaddal koordináltad magadat a levegőben. Így szoktam át, mondjuk nem a levegőben. Ezek a jók, amikor elhangzik egy ilyen, és ez a kínos csend. Olyan vágat kéne ebből a streamból, hogy a kínos csendek. Amúgy igen. Mondjuk csináltam sok hülyeséget az évek alatt a YouTube-on. Egy ilyen április elsői videónak közös stream Just With Man-nel, és csak azokat vágod be, amikor mind a ketten csöndbe ülünk. Igen, és azzal a kellemet. Látszik, kiül az arcunkra, hogy most így elsüllyedni. Tényleg egyébként volt olyan, ha már tényleg te nagyon-nagyon régóta nyomod a streamest, volt olyan kellemetlen helyzet, amit viszont... Streamen? Streamen, igen, amit tényleg örültél volna. Tényleg hogyha, kellemetlen hogy volt? Hogy semmisítettél? Aha. Nem tudom. Chat? Nem volt? Nem hiszem. Mármint, hogy így nem lógott ki sose a golyóm, vagy ilyesmi, vagy nem tudom.